A Törökbecsei Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházát az 1970-es években önkéntes helyiek építették fel. A régi faablakok helyébe most új PVC ablakok kerültek. Ez nem csak esztétikai szempontból fontos, energiatakarékossági célokat is szolgál. Az épület több helyiséggel is rendelkezik, azonban a nagy termet használják leginkább a helyi csoportok. Az új ablakokkal ellátott helyiséget az egyesület keretében működő Bokréta kézimunka csoport tagjai is több alkalommal igénybe veszik, akik örülnek az újításnak. Csíkos Azália vagyok, a Bokréta kézimunka csoport egyik alapító tagja. Most nagyon örülünk, hogy a terem kapott nagyon szép új ablakokat. Reméljük, hogy hát majd meszelés is, mindenféle, és akkor hát mi szeressük, hogyha aki mi hozzánk jön, hogy szép, tisztá, jó érezze magát itt nálunk. Legközelebb, májusban kerül sor majd te a délutánra, mindenképp akkor a vendégeket szebb látvány fogadja. Ez a véleménye Galbács Évának, a Törökbecsei Bokréta kézimunka csoport vezetőjének is. Nagyon kellemes ablakokat cseréltek, nekünk is könnyebb lesz karbantartani is. Hiszen önök több alkalommal a takarítást is vállalják, a szorgos kezű asszony. Igen, igen, mindnyájan a csoportból, tél délután előtt is, tél délután után is föltakarít, és mindent rendbe hagyunk, de már még maga a látvány, hogy ezek a szép új ablakok, ezek PVC ablakok, és mindjárt a kedélyek is felemelkednek, mindjárt jobb kedvűek a vendégeink is, ha lássák, hogy hát ugye csak modernizált, újabb terembe vesznek részt a délutánon. Szépül az egyesület székháza, milyen állapotban voltak azelőtt az ablakok? Hát igen, nem volt az olyan nagyon rossz, de volt ablak, amit nem tudtunk kinyitni szellőztetésre. Faablakokról, ami még az eredeti ablakok, amikor felépült a Magyar Művelődési Egyesület. A nagy teremben van a legnagyobb élet. Itt próbálnak a táncosok, és más rendezvényeket is itt tartanak. Heti két alkalommal mintegy 100 gyerek gyakorol a teremben, mondja Cseszák Balázs néptáncoktató. Azt is hozzáfűzte, hogy a jövőben mindenképp kellemesebb környezetben robhatják majd a táncot, úgy a kicsik, mint a nagyok. Nagy örömünkre szolgál, hogy az idén a Jókai Egyesületbe sikerült végre egy kis renoválást véghez vinni, ugyanis ugye kicserélték az ablakokat, és a belső falakra is új meszelés, valamint plafon fog kerülni, ami nagyba könnyebbé teszi a táncosoknak is a próbákon való részvételt, ugyanis itt heti két-két alkalommal próbálnak a tánccsoportok. Tudni kell, hogy a Jókaiba 5 táncegyüttes működik, a kicsiktől a fölnőttekig. És 80 ének... gyerek ropja a táncot, és felnőtt. Igen, 80-100 főt számlál az Egyesület Néptánc szakosztálya, énekcsoportok is működnek, és hát több esemény is, rendezvény is történik itt ebbe az épületbe, ami ezzel ugye sokkal kellemesebb, kényelmesebb lesz majd. Ugyanúgy, mint régen, az újítások most is a magyar közösség összefogásának köszönhetően valósultak meg, emelte ki Ilja László, a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület titkára. Azt is elmondta, hogy a nyílászárók cseréjét január elején kezdték meg, és már be is fejezték. A tervek szerint az épületet tovább csinosítják. Kora tavasszal, tehát a homlokzatot is az ablak csere miatt fel kell újítani, és hát be kell meszelni. Ezen kívül talán még az idei év folyamán a mennyezetet is le fogjuk gipszlapokkal ereszteni, és hát a világítást gondoltuk megoldani, valamint a szellőztetést úgy szintén. Erre meglátjuk, milyen anyagi források lesznek. Több mint 4 évtizeddel ezelőtt építették a helyi önkéntesek összefogással, összefogásban az erővel az épületet, a Jókai Mór Magyar Művelődési Egyesület székházát. Egy kicsit személyeskedek, azonban mint kislány még én is dolgoztam itt annak idején, és többi között a titkár úr is itt tevékenykedett, hogy a magyar közösségnek elkészüljön ez az épület. Ha visszanyúlunk ennek az épületnek a helyzetére, akkor azt kell tudni, hogy valamikor régen ezen a helyen is volt egy épület, amit még Gróf Sziszányi adományozott, a telket. Az ide telepített béresek részére a közösségi élet
fejlesztésére, az a szórakozásukra, ahol egyéb rendezvényeket szerveztek, bálakat és különböző összejöveteleket, családi összejöveteleket. Ezt az épületet bontották le, és ennek a helyére úgy szintén a törökbecsei magyar közösség összefogásával, tehát a vállalkozók és a fiatalok, idősebbek is építették ezt az épületet, mint mondtuk, ez már több mint 4 évtizeddel ezelőtt történt. Ezek az ablaknyílás zárók már olyan állapotban voltak, hogy a függöny az mozgott az ablakon, tehát annyira szellős volt, tehát a szigetelés, ezek nem a modern napkori gumizárásokkal ellátott ablakok, hanem régi klasszikus kétszárnyas ablakok, dupla ablakok és rollóval ellátott, redőnnyel ellátott ablakok voltak, amit még a 80-as években emlékezetes nagy jég mind kilukasztott, úgyhogy hát úgy nézett ki, mint a szita, de hát most erre sor került, kicseréltük mindenféleképp, tehát kívül belülről. Tervezzük a meszelést, tehát még a tél folyamán, ahogy mostan a belső javítások, munkálatok megengedik ezt, akkor belső meszelés az megtörténik, a külső viszont az, ahogy az időjárás engedi, tehát úgy fogjuk kívülről, én gondolom, hogy az kora tavasszal kerül rá sor. Önerőből történtek az ablakcserék, miről van szó? És önerőből történik meg az is, hogy új festést kapnak a falak, gipszlapokat, a mennyezet, ugyanakkor új megvilágítást is. Hát igen, ez úgy valósult meg, hogy azért voltak saját bevételeink is a különböző rendezvényen, azon kívül pályázatokon lekért eszközökből azok a tagjaink, akiknek honorárium volt előlátva ezekbe a programokba, lemondtak a honoráriumjaikról, és hát ezekből az eszközökből lettek megvásárolva az ablakok. Az elkövetkezőben reményeink szerint, ha ezeket a munkálatokat most befejezzük, akkor talán még bérbe is fogjuk adni a termet. Ami plusz bevételt ami, jelent igen, majd. Itt gondolok családi ünnepségek, lakodalmak, keresztelőknek a megszervezésére, ami bevételt fog számítani mindenféleképp az egyesületnek, és ezeket is a további beruházásokra fogjuk felhasználni. A titkár azt is elmondta, hogy az ablakcsere munkálatait egy helyi magánvállalkozóra bízták, aki szintén hozzájárult a munkálatok 120 000 dináros költségeihez.